A fiatal nő szemét kinyitva a körülötte lévő dolgokat kezdi fel térképezni. A falakat beborító fehér csempén keresztül visszatükröződik homályosan a mellette lévő vaságy. Az ágyon egy idősebb nő fekszik, karjából egy infúziós cső lóg ki. A fekvő nő hosszú, barna haját őszhajszálak tarkítják. Szemei sárgás színű foltjai a betegség végérvényes ítéletét hordozzák magukban. A nő lassan félülő helyzetbe teszi párnáját, és sóhajtozva neki dől, miközben a fiatal nő arcát nézi. Na, gyere, picit ülj ide mellém. Nyújtja kezét a fekvő asszony, és az ágy melletti kis székre mutat. A fiatal nő a széken helyet foglalva a kezében lévő táskát maga mellé helyezi, majd megszólal. Éva vagyok. Miközben tekintetét a nő csövektől teletűzdelt karjára veti. Tudom. Tudom jól, ki vagy. Hangzott, miközben az idős nő egy műanyag kopott kórházi pohárból nagyot kortyol. Milyen anyának lenni? Kérdezte az ágyban fekvő nő, miközben a másik nőre nézett. Leírhatatlan. Boldogságos és nehéz feladat. Nehéz jó anyának lenni, válaszolta a fiatal nő, majd folytatta. De semmi más nem tudnék már elképzelni a világon, jobban annál, hogy anya vagyok. Az álmatlan éjszakák, a sírástól zengő éjszakai órák és hisztis reggelek ellenére sem cserélném el ezt az érzést, hogy anya vagyok. És soha, de soha nem tudnám a fiam és a lányom elképzelni másut, mint az ölemben. Tudom jól, miért mondod ezt, és igazad van. 1982-ben én eltoltam magamtól azt a gyermeket 9 hónaposan. Szólalt meg az idős nő, majd a poharat remegő kézzel letette. Tudom, hogy ezt senki nem érti meg. Én magam sem, folytatta. Hát igen, ez számomra felfoghatatlan. Mikor a fiam 9 hónapos volt, sokszor néztem, ahogy a kezemben aludt. El sem tudtam képzelni, hogy felöltöztetem és elviszem egy idegen helyre és ott hagyom. Mondta a fiatal nő kissé indulatosan, és a telefonjához nyúlt, és egy képet mutatott rajta a fekvőnőnek. Hasonlít ez a gyermek az ön fiára. Itt pontosan 9 hónapos volt. Maga szerint meg tudtam volna válni tőle egy percre is? Kérdezte a fiatal nő, miközben könnyes barna szeme vádlóan nézte a másikat. Igen, jött a válasz az ágy felől. Tiszta apja, pontosan így nézett ki 35 évvel ezelőtt. És igazad van, érthetetlen, amit tettem. De ezen én már nem tudok változtatni. A fiatal nő miközben a telefonján lévő fiáról készült képeket lapozgatja, megnyugszik, majd folytatja. Nekem a fiam volt az első gyermekem. Hosszú vajudás után, amikor megszületett, életem teljesen megváltozott. Az addigi életem mind csúdba vetettem, és onnantól kezdve csak ő volt a legfontosabb. Minden porcikájára, minden lélegzetvételére vigyáztam, ügyeltem rá. Tudtam, hogy ettől kezdve azért élek, hogy neki mindene meglegyen. És az apjával együtt azon vagyunk, hogy ezt megvalósítsuk. Neki és a húgának is. Tudom, bár nem ismerlek igazán, de tudom, hogy minden, amit mondasz, úgy van. Kérlek, mutass képet a kislányról is. Tedd meg. A nő a kijelzőn keresztül megmutatja a kislánya és fia képeit, miközben az idős nő könnyes szemét nézi. Szemeiben a gyermekei apjának melegségét véli felfedezni, miközben az öregedő nő arcát a telefonfénye megvilágítja. Köszönöm szépen. Mindent köszönök, mondta halkan az idős nő. Majd a fiatal anyuka kezét megfogva így folytatta. A fiam a lehető legjobb anyát találta meg benned. Neki mindennél fontosabbak a gyermekei.
és ezért biztos, hogy a legjobb nőt és anyát választotta. Kélek, figyelsz a fiamra, és az unokáimra helyettem is. Megszorította a fiatal nő kezét, majd a fal felé befordulva szemét lehúzva tűrte, ahogy a könyv végig vánszorog az arcán. Évi a kis széken tovább ülve szintén behunta szemét és várt. A következő pillanatban, szemét kinyitva, otthonának nappaliában gyereksírás lett figyelmes. A kanapéról hirtelen felugorva a gyerek szobába sietett, ahol néhány hetes kislányát magához ölelve, a másik ágyon békésen alvó másfél éves fia arcát nézte. Vigyázok rájuk, nagymama, súgta halkan, majd a pelenkázó asztalon folytatta a napi rutin.